ezzel így nem lehet menekülni. Ez nem egy gyógymód, ez csak egy túlélési szakasz. Vagy transzplantálnak, ha nem lehet, akkor még ahhoz kell tartanom magamot. A szervezet só, víz és sav-bázis egyensúlyának fenntartásáért és a méreganyagok kiválasztásáért felelős vesék sok mindenért károsodhatnak. Ha a vese működés a kritikus szint alá csökken, az orvostudománynak kell beavatkoznia. Szűcs Gyula idén 25. éve, hogy dialízis kezelésekre jár. Vele beszélgetünk ma. Hát, kedves Gyula, mondhatni ugye, hogy a második otthonában fogadott minket. Igen. A dialízis osztályon vagyunk, és saját kórteremmel rendelkezik. Ismerősként köszöntik Önt most már, így van ez? Igen. Mióta jár ide? Hát, ez a 25. év. Megmondom őszintén, hogy amikor én megtudtam, hogy egy 25 éve dialízisre járó pácienssel fogok beszélgetni, akkor egy korosabb úriembert képzeltem el, de hogy Ön nem annyira idős. Hány éves volt, amikor az első 29. dialízis? 29. És mi vezetett odáig, hogy Önnek dialízisre kell járnia? Hát, születésemtől fogva, hogy nyitott hasonló születtem, és a fél, szóval ott a húgyhologomban volt valami nagy gond, amit ki kellett venni, aztán több operációk, aztán rá 9 hónapjára ki kellett venni egyik vesémet, aztán a másik is úgy problémás, de hála ég, aztán az írók rendbe jött. De addig még nagyon sokat operáltuk. 24 éves koromra, 29-ér voltam operálva. 24 éves koráig, 29-er volt operálva. És komoly műtéteim voltak. Minden rosszban valami jó, mert mindig találkoztam olyanokkal, akik, amint orvos, hogy szóval szerencsém volt. Tehát, hogy jó emberekkel hozta Önt össze a sors minden esetben. Igen. Barátságok is születtek azért, gondolom, ez alatt a 25 év alatt. Nagyon. 25 év az 25 év, gondolom, azért elmélyítette a tudását ebben a témában, úgyhogy talán szakszerű választ is tud nekem arra a kérdésre adni, hogy mi is a dialízis, miért van rá szükség, és mikor? A vese mindent kiszűr. A vese egy 24 óra alatt 280 liter folyadékot, vagyis a vírt, szűr át. Az alatt kiszűri azokat a káros anyagokat, amit ki kell, és igen, mivel, hogy ha leblokkul az a vese, akkor automatikusan akkor már kell járni erre a dialízisre, ami szint úgy működik, csak gyorsabban veszi le, mivel hát nem lehetnék itt 24 órát. Ezek van egy szűrőrendszer, amin átfolyik a víz, abban van egy víz, egy óriási nyomású, oszmózisnak mondják, és azáltal a vír a vízen sose találkozik, és abban a nyomásból kiszíja a vírbű azokat a káros anyagokat, és úgy kimegy a gépből. Ez lényében ugyanúgy működik, mint a vese. A vesében is vannak olyan hajszálocskák, neforónaknak mondják, ami szintúgy kiszűri, és ez ugyanarra a módszerre dolgozik, csak azért nem annyira tökéletes, mint a vese. Ez lett volna a következő kérdésem. 100%-ba tudja a vese működést helyettesíteni ez a dialízis? Nem tudja. 100%-ba nem tudja, mert vannak mellékhatásai. Én még mikor kezdtem, akkor még tényleg olyan gépek voltak, hogy azért nagyon károsított. Ez már minél tovább annál korszerűbbek, de így a csontozat, meg ilyesmit, például én már nem tudom behajtani a ujjaimat. Ez és ez mind a dialízisnek igen. Ez egy utolsó 3 évben. Én mondjuk ebben is egy mara szerencsém volt, mert én 10 évig tudtam mindent csinálni, úgyhogy nem voltak korlátaim. Legalábbis én úgy érzem. Úgy érezte. Akkor nem is voltak, ha maga nem. Úgy érezte, akkor nem. Én úgy. Ennek fejébe, hogy ez a gép nem tudja 100%-ba helyettesíteni a vese funkciót, mire kell magának odafigyelni? Kell speciális diétát tartania mondjuk, vagy mi mindenre kell figyelnie még? Először is a folyadékbevétel. Az nagyon fontos, de persze természetesen ennyivaló is a diéta, de viszont
én mindig a bátegeknek is, aki új jött, én mindig azt tartottam, meg azt is mondtam, hogy mindent kell lenni. Nem lehet kihanni semmit, mert ugyanis akkor biztos, hogy erős diétával vagy valami, legyöngíti a szervezetét. Én megeszek mindent, de mindig tudom, hogy miből mennyit lehet. Mértékkel. Mert igen, hogy egyébként a vesebetegeknek nem ajánlják a sok fehérjét, ugye? Igen, tudom? igen. Fehérje, akkor van ott többféle ilyen kálium, nátrium, meg ezek. Engem ez érdekelt örök életben, úgyhogy én 2 év után én ezt megtanultam komplett fölrakni, megtanultam úgy, hogy saját magamot, úgyhogy ez volt Prágában is kongresszuson. Állítólag egy finn ember tudta megcsinálni egy maga a világon. Ma, hogy mit a saját magának kötibázt a gépát? Meg is szúrtam magamot, ez föl is van játszó. De érdekelt, engem érdekelt, mindjárt, amikor ide jöttem, érdekelt, azért akartam tudni, hogy mégis mi történik velem. Úgy érdeklődtem, még olvasgattam is körülötte, hogy hogyan is lehet-e beinni, mert nem igen mondták azt, hogy hogy hogyan, még 10 év múlva is fogok futni, de aztán úgy érdeklődtem, és itt a legalapja azt ott, hogy egyszerűen kell tudnom, hogy hol járok, mivel jár ez, és ezzel úgy nem lehet-e menekülni. Ez nem egy gyógymód, ez csak egy túlélési szakasz. Vagy transzplantálnak, ha nem lehet, akkor még ahhoz kell tartanom magamot. Tehát ezeket a dolgokat betartani, mert annélkül nem fizikai gyógytelenség. Nagyon fontos dolgot mondott, azt mondta, hogy nem lehet ez elől elmenekülni. Mikor sikerült magának elfogadnia? Mondom, gyerekkoromtól tudtam, és én már, amikor rosszabbak voltak eredményeim, én felutaztam Pozsonyba, és megmondtam ott, hogy én szeretnék, mert nekünk a fisztulát, azaz összekötik a ütőeret a vízére, hogy szeretném, hogy megcsinálná, mert én úgy érzem, hogy egy maximum 1 év múlva fogok biztosítani a dialízisre. Tehát én már első pillanatban, mikor jöttem ide, úgymondva elfogadtam. Bele nem tudok nyugodni, azt igen, megmondom, sorsa, csak elfogadom. De talán ez hajtja ebben magát lehet, előre. Igen, ebben nem lehet belenyugodni. Hát az biztos. Igen. Hogy érzi, mennyire tud teljes életet élni még ez mellett? Hát én úgy érzem, hogy totál. Igen. Most utóbbi, jó, már most így, hogy a kezeim rosszak, nem tudok olyan finom dolgokat csinálni, szeretem így autót szeregetni, vagy valami, olyanokat nem tudok olyan finom dolgokat, nincs az a fizikai képességem, ami volt ezelőtt 5 éve, de én soha, azt a egyet nem éreztem soha, hogy én kevesebb vagyok, mint a más. Hogy érzi? Mi az, amiben esetleg korlátozza magát ez a betegség, és mennyivel lett több általa? Hát az, ami korlátozza, az a folyadék. Az, szóval arra igen oda kell figyelni, hogy abba számolni kell első naptól fogva, hogy na most már én nem ihatok meg egyszerre egy korsó vizet, vagy 2 egymás után, vagy ha megittem első nap, akkor már másnap úgy kell hozzáállnom, hogy hoppá, én tennap megittem 1 liter vizet, akkor már mamma nem ihatok meg annyit. Mert hogy szabályozva van, hogy hány liter igen, vizet ihat meg? Igen, hát emberi szervezet 24 óra alatt 1/2 litert kiizzad, de viszont attól sokkal többet bevesz. Na mostan, de ideális persze, hogy az volna, hogy a 2 dialízis közt egy max. Én, amit kitapasztaltam, 3 kilóig, ami plusz 3 liter víz rajta rajtam, addig soha úgy nem éreztem semmit. Az előtte és utána is leszálltam ágyról semmi. De a szegét már ott már bajok vannak. Mert hogy mit érez közvetlenül a dialízis előtt és utána, a közérzetében milyen változás van? Na meg mikor úgy fizikailag úgy voltam, és tudtam dolgozni, és vagy sport tudtam, biciklizni szeretem, vagy ilyesmi. Izomzatban, ami lebomlik kreatinin, az igen magas volt, akkor úgy szoktam érezni mindig, miha bővülő, ígnik, miha meggyújtottak volna. És aztán a dialízis után meg könnyebbül, könnyebbnek érzi magát? Hát igen, úgy mondva, ha sok az igen, a liter, sok kiló van, akkor túl gyönge az ember. Én nem figyelem ezt. Megmondom, hogy szintén nem érdekel. Olyan téren, hogy nem merülök bele pszichikailag annyiba, hogy ja Istenem, most mi lesz, mert akkor nem lehetne hinni vele. Tehát nem ez körül forog az minden gondolat. Én nem.
Abszolút. Megítső hal az égnek. Emlékszik az első alkalomra, hogy mit érzett az előtt? Félt? Az első dialízis előtt? Nem? Nem. Magam túl jöttem ide. Nem voltam se orvosnál semmi. Én vasárnap este fél egykor rám jött egy rossz lét, Pozsonban voltam például diszkóban, elmondom azt is, és én akkor mindjárt mondtam ott a barátaimnak, hogy én hétfőn megyek már dialízisre. Mondom, nekem ennyi. Mondom, ma most elírtam azt a határt. Hogyha összehasonlítjuk az első dialízist azokkal, amiket például mostanában kap, akkor mi a különbség? Én első 10 évben úgy mondva fizikailag abszolút semmit. Amin végeztem innent, becsuktam hajtót, ja, nem is voltam, lettem volna itt. Nem éreztem úgy semmit. Se fájdalmat, se betegségeim voltak az mellett. Akkor ugye tönkrementek a ereim, ezeket mindig, most is már csak katéterken keresztül tudnak dializálni. De úgy mondva nem tudok különbséget tenni. Mert most is, hogyha ledializálnak, jó, ma korom is van, nem 29 vagyok, de még most is úgy vagyok pszichikailag, hogy semmi. Befejezték és nincs. Voltak azért mélypontjai ez alatt a 25 év alatt? Vagy feladja? Soha. Soha nem? Az egy soha. Mi volt az, ami erőt adott magának? Vagy mi az, ami erőt ad? Volt olyan, hogy mondták, hogy normál talán nem lesz ebből semmi, vagy olyan. Mindig az adott erőt, hogy van neked ő rosszabban is. Többnyire úgy kerültem sajnos olyan betegségekbe, hogy mindig azt mondták, na ez nem. És akkor mindig az hajtott előre, hogy ha más nem, akkor én megmutatom, hogy én ezt is túlélem. És mindig megmutatta, ugye? Igen. És azért nagyon jó dolgok is történtek magával itt ebben a központban. Megismerkedett valakivel. Igen. Nekünk ki ez? Elmondja ezt a történetet? Hát a feleség. A feleségével, ugye? Itt ismerkedtek meg, itt történt a lánykérés, és azóta Igen. is együtt vannak, ugye? Boldogan élnek, támogatja nagyon, magát nagyon. Mindenben. Nagyon. Ő a legfőbb támasza. Mit mondanak az orvosok a jelenlegi állapotáról? Kielégítő? Azt nem mondják, de csodálkoznak. Csodálkoznak még mindig magát. Ez a 25 év, amit Igen. maga dialízissel tölt, ez mennyire számít kuriózumnak, vagy csodának akár, mondhatjuk? Állítólag, hogy még mikor nem jártam ide, akkor a professzor Bekaros mindig azt szokta mondani, hogy ne figyeljek én ettől, mert hogy a François Mitterrand is 20 éve már jár dialízisre. És mikor 86-ban volt itt Szlovákiában, akkor is készültségben állt Pozsonban egy dialízisgép, mert itt volt, hogyha billetlenül rosszul lenne. Hát gondoltam magam, hogy ő ha kibírt 20 évet, akkor mindjárt fejembe jutott az, hogy hát akkor én minden bírhatnál ki? Igen, és így állt ehhez az egész, Igen. ez is itt vagyunk 25 Igen. éve. Ha most azt mondanák magának, hogy nem kell többet dialízisre járni, akkor mit csinálna, mi lenne az első dolog? Hogy már nincs szüksége rá többet. Nem tudnám, hogy mondjam, biztos, hogy volna az a nap, amikor bejönnék ide. Tényleg? Biztos. Hiányozna? Igen. Most már ez az ére. Én elmondom magának, hogy lehet, hogy a feleségem sokszor ezen csodálkozik, mikor beszélek neki a gyerekkórházról, én még 30 évesen is, még mikor ide, én minden keddén eljártam oda. Mit üzenne azoknak, akik most lépnek rá arra az útra, amit maga már 25 éve tapos? Ne csüggedjenek, és nem mondják azt, hogy ja Isteni, itt a vég, hanem már pedig éppen úgy lehet ebbe hinni. Csak annyi, hogy egy kicsit maga arra vigyázzon. Csak annyi, hogy odafigyelek valamire, amire kell, és hogy egy kicsit azért érdekülje, hogy mi történik maga körül. Szóval nem fölhanni, hogy jaj, most már ide, most innen nincs, és nem elhanni magát, meg nem avval visszahinni otthon. Én soha életben azt a egyet nem engedtem meg magának. Én innen haza is mentem, és rosszul voltam, én soha nem mondtam. Anyámnak se, testvérem soha. Tudták, hogy rosszul vagyok, bementem, szóval lefeküdtem inkább, akkor nem jöttek be, de az, hogy jaj, mostant akkor, mert én beteg vagyok, lefekszik, és újrahajtok, de soha. Nem hagyta el magát soha. Nem. Tehát ez a tanácsa. Ez. Köszönöm szépen a beszélgetést.